Sziasztok srácok, ebben a videóban az aranycsapat kapusát, Grosics Gyulát fogjuk tesztelni méghozzá a FIFA 23-ban. Első körben 10 korábbi legendás játékossal fogunk lőni 11-eseket, majd pedig egy All-Star meccsen nézzük meg, hogy mire is képes a játékban. Ha tetszik, amit csinálok, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ne feledjétek, hamarosan jön az IFC 24, amivel jönnek az új tartalmak is. Na de kezdjük is a 11-esekkel. Na és akkor válasszuk ki Grosics Gyulát, és az első 11-est Maradónával fogjuk lőni. Próbáljuk meg a bal felső sarkot, és bemegy. Lehet egyébként könnyűnek tűnik, de World Classon van a kapus. Majdnem megfogta. Nézzük, ha mondjuk balra lőnénk laposan. Az igen, az is nagyon közel volt. Ez fölé megy. Hú, de szar 11-es lőttünk. A következő 11-es lövünk nem más lesz, mint Zidane. Nézzük a jobb felső sarkot. Ó, és mekkora gól. A második 11-est, jobb alsó sarok. És megfogja. Nézzük megint egy jobb alsót. Hátha. És ez bemegy. Nézzük jobb felső sarok. És ezt is megfogja. Na és akkor nézzük Pelé első 11-esét. Sima ügy. Úristen, hogy kilőtte a felső sarkot. Nézzük a másik felső sarkot. Az is bemegy. Nézzük megint egy bal felsőt. Azt viszont megfogja. A következő 11-es lövő nem más, mint Johan Cruyff. Jobb felső sarok. És nem igaz, hogy megfogja. Bal alsó sarok. Arra nem igazán tudott vetődni. Így is van. Hát ez is bement. Gerd Müller első 11-ese, és ez bent van. Bal felső. Bal felső sarokba Gerd Müller. Sima. Nézzünk egy jobb alsót. Easy. Ez is nagyon könnyű. Na nézzük Shevchenkóval hányat tudunk belőni. Jobb alsó sarok. Easy. Nézzük még egy bal alsó sarkot, és akkor ezzel be is fejeztük Shevchenkóval a 11-es rúgást. A következő játékos, akivel próbálkozni fogunk, az nem más, mint Raúl. És az elsőt be is lőjük vele. Lehet, hogy túl egyszerű lesz vele. Nézzük, bal felső sarok. Ez is nagyon egyszerű. Próbáljuk meg mindegyik sarkot. Jöhet a jobb alsó. Sima. És akkor nézzük a bal alsó sarkot. Az is bemegy. Megpróbáljuk még egyszer egy bal felsőt. Azt viszont Grosics megfogja. Eusebio és Eusebio első 11-esét be is váltottuk. Gólra nézzük a másodikat. Bal felső sarok. Ez is nagyon egyszerű volt. Nézzük a jobb alsó sarkot, az bemegy. Bal alsó. Bal alsó. Sima. Következő 11-es lövünk nem más, mint Francesco Totti. Nézzük a bal felső sarkot, ez nagyon easy. A következő 11-es a jobb felső sarokba. Az is bemegy. Az utolsó 11-es lövő nem más, mint David Beckham. Nézzük a bal felső sarokba, simán betekeri. Nézzük egy jobb felső sarkot. David Beckham, és ez is bent van. Jobb alsó sarokba nézzük, bemegye. És az is bent van. Nézzük a következő 11-est. Az micsoda védés volt. Beckham következő 11-ese. Jobb felső sarokba. Az viszont bent van. Hogyan tudnánk letesztelni legjobban Grosics Gyulát? Én arra gondoltam, hogy egy Magyarország all-time és Románia all-time meccset fogunk játszani. Mielőtt elkezdjük az egész meccset, nézzük a mi kezdőcsapatunkat. Konrád, Hidegkuti, Bozsik, Kubala, Cibor, Lantos, Loránd, Buzánszki és Grosics a kapuban. Azért ez nem lesz egy olyan egyszerű meccs. Be kellene passzolni, nagyon szép Puskás, de nem tudunk lőni. Még mindig ott a lehetőség. És elrontom a paszt. És jól jön a passz. Puskás, nem tudunk lőni megint. Megint ugyanaz a helyzet, mint az előbb. Az egy nagyon szép indítás, Kubala. Kubala, jól jön középre. Ott a lehetőség, Kocsis, és nem megy be. Nézzük Bozsik szögletét. Bozsik. Nem jó. Kubala, onnan rá kell lőni. Nagyon fölé ment. Kocsis. Puskás kapja. Kérné vissza Kocsis, de inkább kipasszoljuk a szélre. Puskás kapja vissza. Puskás! Lepattan, Kocsis! Az is lepattan, hát hány lepattanó lövés van még Puskás? És háttal volt, hát. Grosics, gyere ki a kapuból! Úristen, de jókor jött ki. Szép passz, Puskástól vissza. És Puskás kapja, csak érje utol a labdát. Nem igaz. Ma nem jön össze semmi Puskás Ferencnek. Hadzsi! Úristen, Grosics meg itt mekkorát véd. Puskással megiramodunk a szélen, nem ér senki utol. Az egy jó dolog. Csak valahogy be kell, hogy passzoljuk, de nem, Puskás! És ott a gól. Lesprinteltük mindenkit, és így rúgtunk gólt Puskás Ferenccel. 1-0, és hát igen.
Ezt nem kell megmagyarázni. És az mekkora indítás, Kubala. Kubala! 2-0 lenne, ha belőném. Cibor kapja vissza. Cibor nem viszi tovább. Ha nem, tovább passzoljuk, és még lehet így lesz jó. Kocsis! És ez sem megy be. Hát ez nem igaz. Ez nem igaz, tényleg. És srácok, ennyi volt az első félidő. Jó sok helyzetet kihagytunk, de szerencsére Grosics is nagyokat védett, úgyhogy még marad az 1-0. A második félidőben pedig reménykedjük, hogy fogunk még lőni gólt. Az nagyon jó. Kocsis! És ott a 2-0. Kocsissal megszerezzük a második gólunkat, úgyhogy innen nem hiszem, hogy visszajönnek a románok. Eddig egy kicsit úgy féltem, hogy fognak egyenlíteni, de most már inkább kezdtek bízni abban, hogy nem fognak utolérni. Az baj. Mutu. 16-oson kívül most már megint belül, de hát ezt simán fel fogjuk innen szabadítani. Kubala hozhatja. És Puskással majdnem összehozunk egy jó passz, de éppen hogy csak elmarad a jó passz. Nagyon jó, Konrád. Na nézzük. Ebből mit tudnál kihozni. Kocsis. Kubala. És nem igaz, hogy nem megy be. És ez mekkora indítás, Hidegkuti. És ott az alsó sarokba belőtt gól, 3-0. Cibor, és a fejes. Hát ez egyébként nagyon szép volt, de nem lett belőle gól. Az egy jó passz, lehet, hogy lesz egy szépítés, de nem. Az mekkora indítás, Puskás. És ott van a negyedik gólunk a románok ellen. Puskás nagyon szép indítást kapott, és így egyszerű volt a befejezés is. Ez is még mindig jó. Jön a lövés, Kocsis, és 5-0. Hát kivégeztük a románokat. Az nagyon szép passz. Még mindig itt van a 16-oson belül, és Grosics mekkorát véd. És ezt is kivédi Grosics, megmenti az életünket, tényleg, eddig nagyon sokat védett. Nagyon szép passz, és mehet tovább. Befejezhetjük, Hidegkuti, és ott a 6. gólunk, már esküszöm, nem is tudom számolni, annyi gólt lőttünk. És ennyi volt, srácok, ez a meccs. 6-0-val nyertük meg, ami elképesztő, és Grosicsnak hála, óriási védéseket láthattunk, és hát kisemmisztük a románokat. Köszi szépen, srácok, hogy itt voltatok, ha tetszett, mindenképpen dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok is fel. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!